tudom jobb az ágyba feküdve nézni ezt, mint ezt csinálni. Kivételesen most egyet is értek vele. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Március 15-e van, gyönyörű szép időjárás, ugye hát mindenki kijöhetne orgászni, hogyha nem féltené a seggét a hidegtől, meg a széltől, meg az esőtől, de hát én kint vagyok, hát miért lennék, hát mi más csinálhatnék március 15-én, mint orgásznék, sajnos ezt kell csinálni, nem kell csinálni, amúgy csak van kedvem hozzá. Majdnem azt hittem, hogy kövessetek be, és lájkoljátok a videót. Addig maradok, amíg nem fogok egy halat? Egyet. Csak egyet, aztán megyek haza és befekszek oda, ahol ti is fekszetek most. De jó az idő. Szinte érzem, ahogy hideg van. Úgy, ez lesz a jobb oldali bot. Jaj. Megkapcsoljuk. Na hát Csali szempontjából nem szoktam túlvariálni ezt az egészet, ezt a Steak Production-ös strawberry ízesítést szoktam használni tavasszal, csak és kizárólag. Most azért teszek kivételt, hopp, elgurult, találtam, lehet, hogy eddig figyelmetlen voltam, találtam ilyen ananászos ízesítésűt, és eddig én ezt nem láttam a boltba. Most láttam, és gondoltam, kipróbálom. Ez smoke labda, annyival másabb, mint a többi pop-up, hogy ilyen felhőt képez maga körül. Elég látványos, már látjátok, már megszínezte az etetőanyagot is ennyi idő alatt. Sajnos nem vagyok semmilyen kapcsolatban a Steak Production-nel, pedig milyen szuper lenne Szente Attila a Stégen a Steak Production szponzorált horgásza. De higgyétek el, hogy nem azért mondom ezt, mert hogy kapnék tőlük bármit is, hanem mert tényleg ez jó. De hát, mivel nem biztos, hogy itt leszek végig a Stégen, hiába Féder bot, rádobom a swingert, mert ha nekizendít az eső, akkor ide küllök a kocsiba az elektromos kapásjelzővel. Persze, hogyha az időjárás engedi, akkor itt leszek a Stégen, de hát ezt előre nem tudom. Felkészülök arra, hogy ha probléma van, akkor is kontaktban legyek a hallal, már amennyire az időjárás engedi. Hát itt a Féder botnak annyi hátránya van az elektromos kapásjelző szembe,
hogy mint látjátok, a Boilies botnak elég nagy a keverőgyűrűje, és ezáltal itt ezt az ívét, ha megnézitek a Damilnak, akkor elég nagy ívet ad, és könnyedén görgeti. Fader botnál viszont pici, és látjátok, milyen pici a szög. Már ez is megmozgatja, de azért az a Boilies botnak a keverőgyűrűjének a nagysága az sokkal előnyösebb ebből a szempontból. Ez csak így, mint tapasztalatot elmondtam. Már lehet sokan tisztában voltatok ezzel. Szóval, ha van elektromos kapásjelzőtök, akkor... Akkor nyilvánvalóan a Boilies bot ezért is alkalmasabb a kialakítása miatt, mert jobban ráfekszik a görgőjének a az elektromos kapásjelzőnek a görgőjére. Na hát, ilyen pro tippeket is lehet itt tanulni a stégen. Hát túlságosan nem bonyolítottam ezt most túl. Mint elmondtam az elején is, egy darab halat szeretnék fogni. Az esőnek meg a tegnapi jó melegnek a hatása, nem tudom mennyire látszódik majd a képen, de egész szépen zöldelnek a fák. Milyen érdekes, hogy egy nap ekkora hatással van a természetre. Itt a fű is, az új bedőlt fám. Ja igen, vannak kiadó akadóim. Ezek az akadók még nem találtak gazdára. Ugye az az én fám szembe. Hát annak még nincs neve, annak az akadónak. De hát ugye itt mindenkinek van akadója, fája, medertörés. Úgyhogy most kitaláltam, hogy az lett az én fám, mivel velem szembe van. Ott a nagy fá, hát az gondolom a Szuda Daniel lesz, meg a Joki Antalé, az az ő fájuk lett így. Remélem érti mindenki a viccet, de annak az akadónak még vannak az új bedölt fának, annak még nincs gazdája, úgyhogy az még gazdáját keresi. Szerintem egy tábla elférne rajta, hogy kinek a fája, kinek az akadója és kinek a halai állnak bele. Még mindig poén. Olyan gáz, hogy ezt így el kell mondani, hogy poén, mert valaki ezt komolyan veszi. Na mindegy. Jöjjön egy hal, aztán menjünk haza a jó meleg szobába, megcsinálom a videót, felrakom, eldumálunk a premier alatt, elmondjátok az ötleteket, ki hova ment horgászni ebbe a gyönyörű szép időbe. De amúgy milyen érdekes, hogy pont most március 15-én, amikor az embereknek a 90%-ának, hát nem is 90-70%-ának ilyenkor azért a munkája megengedi azt, hogy ne dolgozzon. Pont most van ez az időjárás. Tegnap előtt, amikor meló volt, akkor szuper idő volt. Holnap után megint jobb idő lesz. Hétvégén szombaton horgássó. Remélem jöttök minél többen. Szombaton leszek ott megtalálható. 15-30-kor leszünk ott a többiekkel is. Vagy a színpad környékén a sztár fellépők mellett, mögött, előtt, alatt nem, remélem nem, ha csak nem Tamás Bürgés Tomi elkap maga alá gyűr egy komolyabb birkózásra, de remélem ezt nem teszed meg, kedves Tamás. Na, visszakanyarodva, hova kanyarodtam, ahonnan? Szóval szeretnék egy halat fogni. Azért ezt a két botot hoztam ki, már ez volt a kocsiba, ezt pakoltam be tegnap jó idő esetén, hát sikerül halat fogni. Van még a 100 éves fogósból, majd mindjárt itten belépek a csónakba, csak van benne egy kicsi víz, aztán ilyenkor más az egyensúlya. Jaj, van a 100 éves fogósból. Ez még a Special Edition őszi verzió, ezt el kell használni, nincs pocséklás. Túl sokat nem kell beetetni, ugye 2 vagy 3 kiló, most kicsit fúj, pont most fúj a szél, amikor remélem nem repül le a lapát. Megnézem, nem. Na, megint elkezdte. Pont az előbb jó idő volt, mondom, szórok akkor be, na most. Egész jó. Már hangra jönnek ilyenkor egyébként, ismerik a halak. Remélem, a tavaly visszaengedett összes pontyom. Az összeset visszaengedtem. Az visszatalál. Tudják, hogy mi a helyzet. Na? Fúj a szél? Nem most jó. Nagyon jó. Nagy vonalakba koncentráltam, ment azért
Jó, sokkal többet nem szórok azért be nekik, mert még nem úgy indul be az emésztésük, ahogy szokott. Most ezt ide leteszem addig, nem fújja el onnan a szél. Aztán ennyi. Egyébként meg tök jó idő lenne, ha ez az eső nem esne. A szél most annyira nem is bánt, de ez az eső nem esne. Szerintem szuper, szuper lenne ez az idő. Sokinak mutatok valamit. Gyere, Soki! Tudom, hogy nézed a videót. Elkövettem ugyanazt a hibát, mint a múltkor. Itt felálltam ide erre a patkára. Mondom, ide innen könnyebb lesz. Hát az autónak a kerekén látjátok. Na ide. Nem tudom milyen ez. Szerintem a millérről lett elhozva. Mikor faszival kim voltunk pergetni, ott is ilyen volt a talaj. Honnan hozott át ide valaki egy utánfutóval. Abból az agyagos, elakadós talajból. Pont ide a két kerékre előre ide beakadt, de aztán szépen kiforogta magát. Ügyes voltam, meg tudtam csinálni. Hát majd ezt itt el kell gerebézni. Hát ez a múltkori attrakciónk Sokival, akkor is ide álltunk a stékhez. Hát nem szabad, ez a talaj, ez nem alkalmas rá. És oda szépen lepihentettem az autót. A gajas ott egy kicsit ilyen sztoris a talaj. Jaj, az volt az elsődleges terv, hogy majd kiülök az autóba, de annyira nem fázok még. Na mindjárt azért felveszek egy kabátot, mert egy pulcsi meg egy mellény van rajtam, és nálam van egy jó vízhatlan kabát, azt felkapom, és akkor utána visszajövök a stégre, aztán folytatom tovább. Na, felvettem a kabátot, hát azért így jóval komfortosabb a sztori. Hát ilyenkor, amíg a törpék nem indulnak meg, addig etetőanyagot szoktam belerakni. Tavalyról maradt meg TTX-em, azt mindenki biztos ismeri. Tiszai horgászok nagyon szeretik, de itt az alcsin is tud működni. Úgyhogy szoktam belerakni ilyenkor egy kis élőcsalit. Nem nagyon vagyok én ebbe olyan kiemelkedően jó horgász ebbe a pontyozás, tavaszi pontyozásos féderezésbe. Én inkább a nyári letett botos bojlis felszereléssel szeretek jobban pecázni. Abban én azt gondolom, hogy ügyes vagyok, van tapasztalatom, meg nagyon sok halat fogtam már. Igaz, a kiemelkedően nagy halakat még nem sikerült megfognom, de sok 2 és 6 kiló közötti halat már fogtam. Én azt gondolom, abban ügyesnek mondható vagyok. Ebben a féderezésben nem. Hát nyilván itt most dobálnom kéne, tudom, 5 percenként kíbe, de hát ez most máshogy fog alakulni ez a peca, itt most nem az a lényeg. Hát nyilván ahogy megjelenik a törpe, meg felszívja magát, aztán elkezdi bedarálni a világ összes kajáját, akkor ez a táp úgymond ez az őrölt takarmány, ez már akkor annyira nem fog működni szerintem. De hát amire a törpe magához tér, addigra itt a érdekes dolog ez, mert egy kicsit csapongok, bocsánat. Most eszembe jutott, ugye, mert ahogy a törpe harcsa magához tér és elkezd zabálni, általában akkor szoktam elkezdeni kutyogtatni, úgyhogy engem annyira nem is zavar. Ha meg nem harcsázok, hanem stégről akarok pecázni, akkor meg általában fűzött kukoricával, vagy kukoricát kikönnyítve pop-up-pal, vagy valami ilyesmi megoldást szoktam választani. És akkor már teljesen mindegy, hogy eszik vagy nem eszik a törpe, mert kikerülöm magával a csalival. De amióta meg így gyérítgetik ezeket a törpéket, ősszel is, tavasszal is, már több évre visszamenőleg csinálja a Tiszahorgász Egyesület, azóta meg már annyira nem is, nem azt mondom, hogy nem lehet fogni, mert lehet fogni, főleg, hogyha élő csalival az ember horgászik rá, akkor beáll egy raj, és akkor ott tényleg eszméletlen, amit leművelnek, de nem az van már, mint régen, hogy teljesen mindegy, hogy mit dobtál be. Az összes pop-upot mindent levert, mert olyan szinten sok volt benne, hogy ha nem akarta a csalit is bekapni is, ahogy szűrte a vizet, akkor már húzta az egészet. Ja. Na hát most azért már jobb a dolog. Itt hosszú előkével lehet keszekkárászt fogni. Pont mondta Harangozó Peti is, hogy elég sok keszekkárászt fogott, mellé csak 2 törpét, hogy ez milyen jó dolog. Szerintem is. Az a 2 törpével szerintem olyan sokan kiegyeznének, hogyha fognának mellé 15 darab keszeket, meg 15 darab kárászt, vagy
20 keszek kárászt vegyesen, mellé meg bejönne a két törpe. Az egy jó arány szerintem, így tavasszal. Hát nem tudom, hogy meddig kell még beszélnem, hogy legyen már egy kapás. Lehet, hogy be kéne fognom a számat, aztán kiülni a kocsiba, hogy itt nyugi legyen. Lehet, hogy ez segítene. A nyáron szokott az lenni, hogy ide ki szoktam menni teljesen a stég elé. Oda szoktunk kiülni sokival a fa alá. Hát egy az, hogy az árnyék miatt, mert itt azért a stéget Premier Prime-ba veri a nap, ahogy vonul. És nyilván ez nem az idősebb halaknak, meg az olyan halaknak, amik rafináltak, vagy már voltak horgon és visszalettek engedve. Hát ezeknek minden egyes rezdülése, amit a bot közvetített amilan át a vízbe, az ugye felhívja a figyelmét arra, hogy itt bizony horgász van, óvatosságra inti őket. És ha kiülünk oda, és hát nyilván így az se jó, hogy csónak neki lökdösődik, de azt talán még meg is szokják, mert azt itt tudják, hogy ez itt van egész nap, és akkor, de ez nyilván ez egy más inger, hogyha Damil rezeg bele úgymond a vízbe, vagy hogy is fogalmazzak. Általában amikor elkezdem itt a tavaszi horgászatokat a stégről, és elkezdem metetni egy helyre a halakat, nem szoktam túlságosan a túloldalra horgászni ilyenkor, még a mélyvízre, hanem itt a sekélyebb részen próbálkozok, talán itt gyorsabban melegszik a víz. De az első etetéseknek körülbelül egy hét kell, vagy másfél, vagy kettő is sokszor, attól függ milyen év van, hogy beinduljon rajta a hal. Fogalmazhatnék ki úgy is igazából, hogy az első szórások után azért egy 4-5 alkalom kell. Ha van időm ilyenkor engedi, és az időm engedi, akkor úgy szoktam csinálni, hogy kijövök, és akkor munka után lejövök. Attól függ, hogy mikor végzek, és akkor egy ilyen 3 kiló körül, 2-3 kiló körül szórok be takarmányt. Jó, hát mérni nem szoktam, de a vödörbe, hogyha félig van, meg még az víz is, nyilván adnak nagy része víz, úgyhogy biztos, hogy nem haladja meg a kvótát. Meg hát azért elég drága a takarmány is, úgyhogy annyira világgá nem akarom szórni. És annak kell egy 4-5 alkalom, amire azt tudom mondani, hogy lejövök, és akkor úgy majdnem biztosra mondható, hogy lesz hal. Hát ez most itt a második szórás, ugye tegnap volt az első, úgyhogy még olyan nagyon nagy dolgokat nem várok ettől a helytől, vagy ettől az etetéstől. Meg hát a víznek is ilyen 10 fokig fel kéne melegedje, hogy az halaknak az emésztése beinduljon. Onnantól kezdve meg, hogy beindult a halaknak az emésztése, akkor nyilván többet fog táplálkozni. De hát erre majd itt a tavaszi pecára, itt a március-áprilisi felmelegedő vízre, erre van egy jó magkeverékem, aminek majd a főzését megmutatom, hogy én hogy szoktam. Aztán persze nem azt jelenti, hogy ez a legjobb, mint amit már el is mondtam, de nekem ez vált be. Ahány ház, meg ahány víz, annyi szokás. Nyilván ezzel nem tudok vitatkozni, ha valaki azt írja, hogy ő nem így szokta, hanem nem így, mert így vált be neki, vagy pont ez így neki nem jó, és ez egy másik vízen van, akkor arra azt tudom mondani, hogy ez még igaz is lehet akár, nem biztos, hogy csak egy rossz indulatú megjegyzés, vagy egy iránymutató negatív kritika, tehát amivel nincsen problémám, hanem ez olyan, mint a gumihalaknál, amikor pergetünk, hogy Nyugat-Magyarországon rengetegen mondják a Dunától kezdve elég sok helyen, hogy a lila színű csalival milyen jó halakat lehet fogni, vagy milyen nagy eséllyel fognak jó halakat. És akkor itt meg Kelet-Magyarországon, meg itt a helyi viszonylatban, vagy most nem is azt mondom, hogy helyi viszonylatban, mert nyilván minden horgásszal nem tudok beszélni, de akikkel így beszélünk és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, vagy még jobban leszűkítem, vagy azt mondom, hogy Sokinak, Dudicsnak, meg nekem, így hármunknak. Hát most beszélhetek szerintem a srácok nevébe, de lila gumihallal, vagy lila műcsalival még soha nem sikerült halat fognunk. Pedig azért dobtuk elég erősen itt a pergető szezont. Mindig a fehér, a citrom, a csertőz, a zöldes, átmenetes, zöldes-barna, zöldes-citrom. Kékes, kék-zöld az nagyon jó, ez a neon. És ugye ezek a színek azok, amik így mennek. Vagyis mentek eddig is. Ja. Úgyhogy etetőanyagban is, meg magkeverékben is minden víznek szerintem megvan a saját maga által bevált
vagy halak által hozzászokott keveréke, vagy ízvilága, vagy szemcsemérete. Szóval persze vannak általánosságok, szerintem például az ananászos ízvilág az elég sok vízen működik. Itt nyáron a Haldorádónak van ez a Legend Pellet, ez az ananászos pop-up. Szerintem mindenki ismeri. Legend Pellet, nem Pellet, az Legend, Legend pop-up. Nem tudom fejben, mindegy, nem akarok. Na mindegy, szerintem tudjátok, hogy mi az az a minden vizen, minden hét országban pontyot fogó pop-up. Egyik filmben mondta így a Gábor. De egyébként igaz, tényleg egyébként minden vizen működik. Ha az nem működik, akkor semmi nem. Nem tudom, hogy miért, vagy milyen adalékanyag lehet benne, vagy milyen kémiai összetevője van neki, ami megmásítja valahogy a víznek ott a pH-ját, vagy a színvilága, vagy nem tudom. Nem akarok belemenni ebbe a tengerészgyalogság által kifejlesztett halbiológus szakkörbe. De, ja. Az például egy olyan csali, ami hogyha kéne vinnem magammal két darab pop-upot, vagy olyan csalit, ami nem természetes eredetű, akkor biztos, hogy egyik ez lenne ez az ananászos haldorádós, a másik meg a stéges strawberry, ez a epres gyümölcsös, erdélygyümölcsös beütésű smoke labda. Ezt a kettőt vinném magammal, hát ha ezzel a kettővel nem tudnék halat fogni, ez ananászossal, meg ezzel a kis piros golyóval, a smoke labdával, hát akkor szerintem ott össze is kell pakolni, azt hazamenni, mert többet ér, hogyha leültök a Netflix elé, aztán néztek egy sorozatot. Ja. Nyilván a halak se zabálnak állandóan, mint ahogy mi sem, hiába megyünk el egy étterem előtt, az nem azt jelenti, hogy oda bemegyünk, mert most van rá lehetőség, akkor megesszük, amit ott lehet kapni. De azért örülnék neki, hogyha most már ennyi beszélgetés után itt tanultatlak titeket. Már mindenki, olyan mások a nézők is, valaki unja ezt a sok dumát, meg úristen, mit pofázik ez már, meg hogy mikor hagyja abba, inkább maradna csömbbe, mikor lesz már hal. A másik részetek meg azt mondja, hogy ezek úgy örülnek, hogy elmondom ezeket a sok részben már tudott, vagy vélt információkat, de néha-néha azért 10 dologból 2 dolgot olyat mondok, ami esetleg még újdonság, vagy nem gondoltatok még erre a dologra, és akkor ez még így meglepetésként ér, vagy ezt tudjátok hova tenni, vagy tudtok belőle ebből az információból hasznosítani valamit. Úgyhogy, ja. Nehéz igazából azt mondani, hogy olyan videót kellene csinálni, ami mindenki számára egyenlően tökéletes, és mindenki számára csak olyan dolog van benne, ami a nézőknek a 100%-ának megfelel. Nehéz. Viszont amióta itt állok, én ázok folyamatosan, ugye gondolom ezt halljátok, meg látjátok is. Úgyhogy szerintem kicsit kimegyek a... Már mindjárt ezt még újra dobom. Ezt újra dobom a fédert. És akkor megnézzük, pedig jó a csali rajta, látjátok. Így aztán csak ide, nem messzire, kukoricás etetésre. Jó, hát most ezt kicsit túldobtam, ugye, mert ahogy így jön be, még a víznek a mélysége közelebb húzza hozzám. Szóval ezt mindig rá kell ilyenkor számolni, hogy nem pont ott van, ahol lehetne. Ezt mindjárt meghúzom egy kicsit, hogy nem ucorogjon. Itt egy nagyobb kapásnál elvigye. Így. Féket egy kicsit, ez ki van engedve, szerintem. Igen. Másik is ki van engedve. Olyan volt, mint ha valaki horgászna, hogy bedobott volna fenekezővel éppen. De szerintem halucináltam. Jó. Oké. Hát ne haragudjatok, de még ez a kabátom is átázik, úgyhogy én most ide kiülök a kocsiba a stég elé közvetlenül.
és akkor bekapcsolom az adóvevőjét az elektromos kapásjelzőnek, aztán onnét figyelem, mert ebből megfázás lesz, annyit nem ér az egész. Pont hogy elindultam, csippant egyet, de lehet, hogy a stégre, hogy ráléptem volna, vagy ráléptem, akkor egy picit mozdult itt a kapásjelző. Mármint ha a balost egy kicsit csesztetné, de az is lehet, hogy most, hogy feltámadt jobban a szél. Nem inném, hogy hal. Nem ez a szél. Pont abban az ütemben, hogy fúj, fúj, görbül egy picit a spic. Na mindegy, tényleg kicsit ide kiülök a kocsiba, mert... Jaj. Kicsit kiülök a kocsiba, mert átfázok. Na, ha lesz valami, akkor futás. Kimegyek, bekapcsolom az elektromos kapásjelzőt. Aztán go. Uff, ósár lett. Átházik. Hoppa! Megvan, megvan. Oh. Oh. Mi kobádba keszeget? Hát a busa utáni. A busa utána. Ha! Pop-up-pal! Egyen meg a kicsi szívedet! Ne haragudjál már rám! Megvan az első! Hol? De hát ez is kabátba! A bédre raklak a ponymaszraszra! Jaj, hát mindjárt mehetsz vissza! Ha megvan az első, hol? Ha megvan az első, hol? Ha mi kell még ide? Ha mi kell még ide? Lássanak csodát! Kicsik és nagyok, milyen füstölős kapása volt! Na, kíméletesen visszaengedjük. Hát ne haragudjál! Tudja, külső akadás. Ez csalihalnak se szabad eltenni. Mehetsz vissza, barátom. Hát... Hogy kiugrasztott a kocsiból? Csak úgy szaladtam át a sáron. Sáron. Jaj! Gyorsan ide értem. Lehetne ilyen szintidőt mérni, mint a Forma 1-be. Mennyi idő alatt érek ide? Fú, úgy átfáztam itt a nagy dumálásba amúgy. Oh. Hú. Először nem is tudtam elképzelni, hogy mi történik. Aztán rájöttem, hogy jó hallok. Ez a kapás hangja. Szegénykémmel nem tudom, mi volt ott a terve. Vagy hogy akadhatod bele a hátába? Eszem megáll. Na, ha már itt vagyok, akkor újra dobom a másikat is. Hú, rettentően lehűlt az idő. Hát még várok egy kicsit, aztán utána megyek, mert így a kocsiba se jó. Kocsiba se jó ülni. Ez így most nem peca. Uff. Jaj, letermed a kezem. Keszegek itt vannak. Jaj. Na, jó van. Ha a keszeg itt van a ponty is, vagy a kárász. Hát, egy kabátba. Ezt a keszeget. Féderbottal, 12-es horoggal, 14-es, bocsánat. Hát, na mindegy. Jó van. Nem én akartam így. Egy pergetés közben beleakadok. Azt mondom, oké, de itt így féderrel mit leművelhetett az ott? Rajta van pedig a kis golyó. Kis piros. Teszünk ide neki a horogra, ehhez egy csontikát, vagy kettőt.
De hideg van. A mindenit. Ez lesz a B-72-es nehéz bombázó. Úgy ne. Hát menjen csak lefelé. Jaj. Jaj. Na. Úgy ne. Kicsit feszítsünk rajta. Na, megmossuk a kezemet, aztán... jócskán nem állt víz a csónakba. Jócskán lett víz. De majd ezt a súlyt innen kiveszem, hogy a rozsdásodás megint... Oj. Hoppá. Ebbe meg majdnem beleléptem. Jaj. Na. Na hát. Nem vagyok papírból, de igazából megvolt ez az egy. Ez függetlenül attól, hogy ez most... ez itt már... Az a baj, már kocsiba se jó ülni. Elég komolyan tolják oda át a fák is. Meg az az eső, az ott még komolyabb lesz. Az a felhő. Én néztem az időjárás jelentést, az most elkezdte megint tolni jobban. És azt mutatja, hogy itt még komolyabb sztori jön. De hogy a szél elkezdett feltámadni, ez igazából csak alátámassza. Úgyhogy... hát... nem tudom. Kéne erőltetni, mert kedvem itt lenne ülni. Ha egy 5 fokkal melegebb lenne, annyira nem zavarna ez a szemerkélő eső se, meg a szél se. De... se nincsen melegebb 5 fokkal. Halat is még féderrel és csak kabátba sikerült fogni, felekasztotta rá magát valamilyen úton, módon. Hát ez brutál ez a szél, látjátok, hát ez... pedig rajta van az alszőr, de lehet azon is átüt. Rajta vannak a szélfogó szivacsok a kamerán. Hozott egy kis fát ide az öbölbe. Nem tudom honnét, talán lehet onnan fentről. Ott látok egy pár ilyen új törést, világosabb részét a fának. Hát jó van. Tudtuk, hogy ez lesz, tudtam, hogy ez lesz, tudtam, hogy ilyen idő várható. Igen. De megpróbáltam. Hát, sikerül. Sikerült is. Jaj. Komoly. Na jó van. Azt a hét oltál itt. Na jó van. Ennek semmi értelme. Na melyik legyen először kivéve, a bal vagy a jobb oldali? Nézzük meg a jobb oldalit. Jaj.
Jó a csali pedig. De ez most ennyi volt.